Én Orsitól szeretnék kérdezni, hogy ugye én ez a korhoz nem nagyon konyítok, de ezt te is tudod jól. Szóval elnézést, hogyha butaságot vagy evidens kérdést teszek fel. Hogy ez, hogy nem illett pendelyre vetközni, vagy pendelybe kimenni a nyilvánosság elé, ez mennyire lehetett egy ilyen társadalmi különbséget, vagy hát olyan társadalmi különbségek miatt megjelenő szokás, tehát hogy mondjuk a társadalom alsóbb rétegeinél ez mennyire volt elfogadottabb, tehát a jobbágyoknál, vagy esetleg a jobbágyoknak is volt-e valami dolmányt, vagy a, ugye a felső rétegnek a ruházatát imitáló ruhája, és akkor így nekik se illett ez. A dolog ott kezdődik, hogy nem imitáló dolguk volt, mindenki ezt hordta. Tehát, hogy ezt így valóban nem mondtam el, de hogy ez már egy sorozat, amiről beszélek, és hogy nem mindig jut eszembe minden evidenciát elmondani. Tehát, hogy ez a magyar férfi viselet része. Ezt a főúrtól a jobbágyig mindenki hordja. És a másik része a dolognak, hogy miért nem mennek ki pendelybe? Azért, mert a társadalom megítélése ebben a korszakban fontos. És akkor itt megint az jön be, hogy egy történész nem a laikus szemével néz, és nem a laikus fejével gondolkodik, nem 21. századi módon gondolkodnak, mert most abban megyünk ki, amiben akarunk. Jó, így is megszólják az embert, egyébként a nem nagyvárosban vagyunk, de hogy ez azért a 20. századig így van, hogy a társadalom megítélése, hogy minket rossznak vagy jónak tartanak, az iszonyúan fontos. Tehát, hogy a jobbágynak ugyanolyan fontos ez, hogy ne mondják róla azt a szomszédok, hogy na, milyen ember már tisztességgel fel se tud öltözni. Így ment ki, a Pista a szomszéd, na. Ez nekik egy evidens dolog. Úgyhogy ezek azok a felső ruházati darabok, amiket mindegy, hogy milyen társadalmi réteghez tartozik, hord. Az egy másik kérdés, hogy miből készíti. Az már a társadalmi kategória, hogy mit engedhet meg magának, és mi az, amit szabad felvennie, ugyanis luxus ellenes rendelkezések a korszakból igencsak sok létezik. Ez városi is lehet, meg országgyűlési rendelet is, tehát hogy ezek azért létező dolgok, és akkor itt még visszautalnék arra, tudom, hogy ezt már másik előadásban is mondtam, az, hogy egy rendelet évenként előjön, azt mutatja, hogy a probléma fennáll. Ne tedd le a mikrofont, Orsi, kérlek. Mi a helyzet azzal, ha valaki ingre fölveszi a lemezvértet, vagy ne adja az Isten rögtön a mentét? Ezeket hogyan tudjuk kiírtani? Vagy létezhet egyáltalán ez a fajta öltözet? Nem, ez rosszabb, mint a félig kivetkezők a dolmányba. Bocsánat. Tehát, hogy ez megint nem a tisztességes felöltözés, és hogy alapvetően vértet nem dolmányra sem veszek föl. Tudom, hogy ez egy másik kérdés lesz, és erről már beszéltünk elég sok hadtörténésszel, erről is fogunk majd előadást tartani többen. Sima dolmányra sem vesznek föl, akkor ezt elárulom. Van dolmány leírásban úgy, hogy ha megnézi az ember a listákat, hogy kinek milyen van, akkor a ruhák között felsorolják, hogy neki milyen ruhadarabjai vannak. És külön a listában szerepel az, hogy milyen fegyverei vannak, és ott is van dolmány. Az a dolmány biztos, hogy nem ugyanolyan, mint a viseleti darab. Tehát, hogy valamilyen fegyverkabátról van szó. Azt, hogy ő dolmánynak nevezi, azt az is mutatja erre, mert bocsánat, nem tudtam mindent elmondani az összes forrást, amit én összegyűjtöttem. Itt a szó összetételekről van szó. Azért mondtam ennyire, hogy nem mindegy, hogy mit, hogy fordítok le, és hogy ők hogy értelmezik, ez nagyon fontos. Amikor Bethlen Miklós az 1660-as években még az nősülése előtt ugye elmegy peregrinációra, tehát hogy külföldi tanulmány útra, ahogy ez a fiatal férfiaknál szokás a korszakban, akkor ő minden helyszínen, ahol éppen jár, ez éppen Utrecht, Hollandia, akkor ő csináltat ottani ruhát. És ő leírja, hogy ez milyen ruha. Egyébként a magyarok általában nem szeretik ezt az átöltözés dolgot, mert hogy nekik olyan fura ez a spanyolos, franciás viselet, de megteszik, őt mulattatja, és azt írja, hogy kurta dolmánykát vett. Nem azt mondja, hogy zekét. Nem azt mondja, hogy dublét. Esetleg még mondhatná, hogy vams, már azt ismeri a német miatt. Ő azt mondja, kurta dolmánykát vesz fel. Vagyis ő felveszi a férfi viseletnek az alapját, ezt a felső kabátot, amit mi ma dublénak hívunk. És kurtának nevezi, mert rövid, és egyébként hüppög rajta egy sort, hogy és leül benne, és ki van a derekam, ezért kellett még valami. Nem érti ezeket a nyugati embereket, így hideg is van, és ki van belőle a dereka. De kurta dolmánykának hívja. Na ezért nem mindegy, hogy a fegyverlistában van benne ez a dolmány, mert valószínűleg az egy fegyverkabát. Balázstól szeretném kérdezni.
nem tudom, hogy városi legendája vagy sem, valahol olvastam, hogy Bethlen Gábor kapott ajándékba egy pipát, amit persze nem tudta, hogy mire kell használni, talán még úgy olvastam, mint hogy vissza is küldte volna, hogy ez, és ez a 20-as évek végére datálják, hogy ez, ezzel mi a helyzet? Nekem valami olyasmi volt meg, hogy hármat kapott, és be is rakta rögtön a kincstárba, mert hülyeség. De nincs meg a forrásom egyenlőre. Úgyhogy hát majd azt most még egy kicsit turkálom. És annyi, hogy ez az a két személyes működtetés, ez mixátnál ugye le is írja, tehát hogy írásával gyújthatja meg a pipáját, úgyhogy... Na igen, de akkor innentől azért már is érdekes a dolog, ugye? Tehát, hogy akkor azért az... Szóval akkor ez egy társadalmi tett, hogy te dohányzol valójában. Tehát vagy van inasod, és akkor társadalmi státusz, vagy valaki meggyújtja neked, de akkor meg egy közösségi cselekedet az egész. Tehát szóval, hogy elgondolkoztató szerintem a dolog. Orsi Ozanna, egy kis kérdésem. A mentéknek ebben az időszakban, tehát 16-17. Század, volt-e rangjelző szempontja? Hogy jelezte, hogy egy adott személy magasabb rangban áll, mint a másik. Tehát, hogy van rangjelző szerepe a katonaságon belül? A mentének. Mentének. Egyszerű a válasz, nincs. Tehát, hogy ez nem katonai viselet. Katonai viselet, tehát, hogy ezek a ruhadarabok, ezeket katonák is viselik, meg civilek is viselik. Hát, hogy tudom, sztereotípia on megint. A mente nem katonai viselet. A mente egy általános férfi viselet. Az, hogy katonák is viselik egy dolog, a korszakban nincs katonai egyenruházat. Ekkor kezdenek el kialakulni. Hogyha van előírás, például veres darabontok, tudom, ez is majd lesz egy másik téma is máskor. Az, hogy valamilyen szint előírnak, az nem azt jelenti, hogy úgy, mint a 19. században bemegyek a laktanyába, és kiadják nekem a 38-as méretet. Te menjél el, szerezd be az anyagot, varrasd meg, és hogyha Jóska Pista Egerből vette a posztót, a másik meg, nem tudom, Mohácsról, akkor az a piros nem ugyanolyan piros volt. Tehát, hogy ezek csak kezdődnek, tehát van rá irányultság, hogy egy katonai csapat egyfajta ruhát hordjon, de ezek a 16-17. Században még egyszerűen nem tudják úgy csinálni, még a 18. század elején is. Például, hogyha van egy főúrnak egy csapata, akkor lehet, hogy a saját, ha neki vannak posztós malmai, akkor kallómalmai, akkor esetleg főleg a gazdasági érdekek miatt eladja a saját katonáinak, vagy juttat nekik esetleg természetbeni juttatásként, és akkor így körülbelül egyformák lesznek. De tehát, hogy ennyire rendszeresítve, mint a 19. század, nem lehet vele gondolni. De illik, tehát, hogyha én katona vagyok, és mentét, szép mentét viselek, akkor úgy lehet rangjelző, persze, hogy látják rajtam, hogy mondjuk egy főúr másképp fog öltözni, de akkor ez megint a társadalmi jogállás miatt van, hogy neki olyan, nem tudom, sejjembársony, kézzel hímzett, skófiumos mentéje lesz, hogy mindenki megfordul. Ja, igen, ő a kapitány ura. Ha, igen. Lehet, hogy nagyon hülye kérdés, hogy a dolmány és a mente az ugyanolyan színűből készül, tehát ugyanolyan anyagból, ugyanolyan színből, vagy teljesen másból, vagy teljesen mindegy, aki miért megálmodott magának. Ez a harmadik opció él, igen. Lehet egyforma is, mert hogy ha megnézi az emberek korabeli ábrázolásokat, ez nem csak a magyarokra, ez Nyugat-Európára is igaz. Ez megint ízlés kérdése. Látjuk Nyugat-Európában is, meg nálunk is, hogy valaki azt szereti, a teljesen egyforma színű, és hogy lehet, ez is egy ilyen, ahogy ma is így öltözünk, hogy ó, akkor így minden passzol mindenhez. Aztán lehet olyan, hogy azt mondjuk, hogy inverse színeket használunk, ó, milyen jól néz ki a kettő együtt. Tehát, hogy mivel ezek nem előírásosak, egy-két kivételtől eltekintve, például a gyászszíne, akkor tényleg a viselőjén múlik, ráadásul, és akkor itt még nem néztünk abba bele, hogy örökölnek is. Mert hogy a ruha annyira értékes, hogy ezt örökítem, és akkor lehet, hogy azért viselem azt a ruhadarabot, mert a nagymamámé volt, vagy pedig azért, mert akinél szolgáltam, egy cserédlány vagyok, és az asszonyom nekem adta, és az egy rang, hogy az asszonyom szeretett engem annyira, vagy úgy házasított ki engem, hogy adott nekem valamit. És akkor már megint nem biztos, hogy hozzá tudok öltözni, vagy direkt csináltatok hozzá, tehát hogy ezek a variációk így mind-mind léteznek. Az a lényeg, hogy amikor készített egy hagyományőrző ruhát, akkor a koncepciója legyen meg a karakterének,
hogy miért csináltatja azt a ruhát, és akkor utána már a színeket igazából ő válogatja meg. És hogyha interakcióba keveredik a vendégek, akkor elmondhatja, hogy nekem azért mustársárga és piros a ruhám, mert szerintem ez a két szín borzasztó jól mutat együtt, és nyugodtan elmondhatja, mert ezt így csinálták ők is. Igen, akkor addig meg szeretném kérdezni, hogy oszmánokhoz milyen közvetítéssel jutnak el a pipák így az új világból? Hát a mediterrán kereskedelmen keresztül ez elég egyszerű. Ha jól emlékszem, tehát az a leírás, ami azt mondja, hogy na, akkor most jött a pipa 1605. július 3-án, ez tényleg valami körülbelül ilyen szintű valami, az valami angol hajóról regél. Tehát, hogy ez a szokásos levantai kereskedelmi. Ja, és viszont egész gyorsan elkezdenek egyébként dohányt termelni egy csomó helyen. Tehát, hogy azért az lesz. Közben Orsi eszembe jutott még egy kérdés. Sok helyen láttam már, mi csapatunkban is van ilyen, hogy előszeretettel vásárolnak az emberek olyan ruhanyagokat, hogy nem csak hogy színes, hanem hogy rettentően mintás is. Mi ezeket leginkább csak függőanyagú szöveteknek nevezzük. Tehát, hogy akkoriban mennyire volt az, tehát azt már tudom, többször is elmondtad nekem, hogy színes, de hogy színesebb ruhákat válaszunk, de hogy mennyire voltak mintásak, főleg inkább itt a magyar katonaságra gondolok, hogy mennyire voltak cifrák, mintások. Cifrák és mintások lehetnek. A probléma a hagyományos ruháknál ott kezdődik, hogy függőanyagot vesztek. A minta nem jó. De az, hogy úgy szövik meg a brokát sejmet, azért ez a neve, a mintás lesz, az a lényeg, hogy jót válasszunk. Sőt, egyébként egy csomó hímzés is van. Tehát, hogy lehetne, amit viszont választ a magyar hagyományozónak, a mintája nem jó. Tehát, hogy nem bemegyek a boltba és megvásárolom a bútorszövetet, mert hogy a legtöbb, amit ma használnak, az 18-19. Századi minta, és sír róla, hogy az... hogy rögtön megismeri az ember. Ezek a szép nagy terülő mustrás minták között lehetne, egyszer-kétszer adódik egyébként olyan. Viszont, hogyha már ilyet akar vásárolni az ember, akkor van olyan, ahol Olaszországból, Németországból, Csehországból lehet vásárolni, 100 eurónál kezdődik métere. És akkor ez visszatérünk arra, amit mondtam, hogy lehet főúri karaktert csinálni, akkor mindent kell csinálni hozzá. Lehet vállalni, tehát hogy én szeretnék szép főúri karaktereket látni, de akkor nem csak a bútorszövetet vesszük meg, hanem megcsináltatom hozzá az ötvös tárgyakat, olyan lesz hozzá a nadrágom, olyan lesz hozzá a cipőm, a fejfedőm, és a fejfedőmön akkor lesz tollforgó, és olyan tollforgó lesz, és innentől kezdve nem csak én fogok úgy kinézni, hanem egy főúr nem jár egyedül. 3-4 embere minimum lesz, azoknak úgy kéne kinézni, olyan beosztással, na, érted? Hogy azért a ruhaanyagok, azt így gondolom mindenki érzékeli, hogy ez egy kis szelete annak az egésznek, amit mi be akarunk mutatni. Hát, hogyha ilyet választok, lehet, én is nagyon szeretném. Én is kinéztem magamnak olyan mintás bársonyanyagot, amitből nagyon szívesen varnék szoknyát, csak ahhoz szépen fel kell építeni mindent, és ez évek. Lehet. Csak akkor hosszú távra tervezél. Ha jól emlékszem, akkor én 10 évvel ezelőtt beszélgettem egy csapatvezetővel, és nagyon büszke volt, hogy rengeteget költöttünk a szultánunk viseletére, majdnem 100 000 forintot. Gondolkoztam, tök jó pajtás nekem a dolmányom, a közdemesi dolmányomnak az anyaga került ennyibe. Tehát tényleg olyan árakkal tudnak mondani a kereskedők, és ez mit tud csinálni az ember? És jelzem, 2009-ben volt ez a beszélgetés, a dolmányom még nincs kész. Mert még például a gombok, amiket átküldtél, Zsigvan, de azt hiszem, hogy 3 éve folyik a tárgyalás, hogy na, akkor idén lesz rá pénzem. És nincs 5000 forintom egy darab gombra valahogy, és nekem a dolmányom kicsikét gombos csak, 28 darab gomb van rajta. Attól, hogy nem sejem brokált anyagot csinál, vagy választunk, attól még lehet valami főúri. Mert hogy a posztók közül is van olyan, ami a korszakban annyiba kerül, hogy azt egy főúr veheti meg. Tehát, hogy amikor anyagot választunk, akkor nem úgy, tehát, hogy nem a minél mintásabb, annál drágább a lényeg, mert hogy ők nem így látják. Tehát, hogy vannak, ez valószínű, hogy egy sejem brokált anyagot nem Piri néni fog megvenni Piriputyon, de hogy azért egy jó minőségű posztóanyag, a korszak, egy flandriai posztót nem tud mindenki megfizetni. Hát, hogy, és nem is lehet
mert hogy benne van a rendelkezésben, hogy olyat nem vásárolhat akárki. Nem csak az anyagiak miatt, hanem a tiltás miatt is, hiszen azt akarják, hogy azért a társadalmi rétegek elkülönüljenek, azt látnotok kell, hogy én most tartok előadást, meg megbeszéljük, hogy miket lehet, de ezeknek az embereknek, ha ránéztek a másikra, evidencia volt, hogy ki milyen társadalmi csoportba tartozik. Ő látta rajta rögtön, hogy ó, az egy fajlandis, vagy az egy sájaposztó, és azt kiveheti föl. Tehát, hogy nekik a ruha információt ad át, és emiatt kell nekünk is jól választani, mert hogy igazából egy, hogyha mi felveszünk, nem tudom, tényleg egy parasztként cifra ruhát, akkor arra kell gondolnatok, hogy a korszakbeli ember rád néz és kiröhög. Hogy fiam, te mit csinálsz? Hát hogy nézel te ki? Hát hogy ezekre gondoljatok mindig, nem azért, mert az Ajorsi megmondja majd neked és csúnyát mond, vagy nem tudom, az XY csúnyát mond rád, hanem a korszak fejével kell gondolkodni, hogy ő mit mondana rád, hogy tisztességgel fel vagy-e öltözve, és egy rendes férfi ember vagy, és megveregeti a válladat, vagy olyan, fiam, hogy nézel ki? Hát nem tudtál valami másik gúnyát fölvenni. Ezeket a ruhaanyagokat ott helyben lehetett megvásárolni, kiválasztani, vagy pedig a vevő vitte magával, hogy én ebből szeretnék ruhát csinálni? Hogyha nem mindegy, hogy vásári szabó, vagy tehát, hogy többféle szabó létezik a korszakban. Van olyan, aki vásáron árul, és rám igazítja a ruhát, tehát van már egy kész ruhája, de azért még igazít, meg van olyan szabó, akihez bemegyek a műhelybe, és akkor ott készíti el nekem. Én vihetem az anyagot, és ő is hozhatja az anyagot, mert ráhagyhatom, hogy azt mondom, hogy szerezzen be nekem. Sőt, a főurak is ezt csinálják, mivel nem minden anyag kapható itthon, és itthon nem is készítenek mindenféle anyagból. Ezért azt mondják, hogy a magyar posztó nem olyan jó minőségű, ezért be kell hozni. És hát ez, amit pont meséltem ebédkor a Balázséknak, hogy mit mondná Dasdi Tamás a levelezésében az ő feleségének. Hát ugye Orsolya kéri, hogy Bécsből hozasson neki anyagokat. És hogy ott vásárol például, Bécs egy jó hely ebből a szempontból, de Észak-Itália is lehetne ez, meg francia területek, hogy a drága anyagokat behozatják, úgyhogy végül ebből a szempontból ugyanazt csináljuk ma is, tehát hogy megveszem a Szártor oldaláról a szép Sejem bársonyt, az igazából ugyanaz, mint amit Nádasdi Tamás is csinált. Azt szeretném kérdezni, hogy melyik volt nagyobb szégyen? Tehát ő mente, meg dolmány nélkül kimenni, vagy pedig piszkosan kimenni? Mert gondolom, nem nagyon telt az embereknek. Hogy mit tudom, valaki összekent a ruháját, összevérezte, vagy lehányta, stb. Az melyik volt nagyobb szégyen, hogy nem veszi föl, vagy hogyha anélkül megy ki? Vagy egyáltalán ki mertek-e menni anélkül? Már megint egy újabb mentalitás történeti témát vetünk fel, a tisztaság kérdését. Ők mit látnak tisztának? Ezt sokszor kérdezték tőlem, hogy mennyire tisztítatják a felső ruhákat. Én úgy gondolom, hogy kevéssé. Ők az alsó ruhát tisztítják, az inget, meg a fehér nem, amit ma mi fehér neműnek hívunk, tehát a lányok a bugyit, a férfiak az alsó nadrágot. És ezt váltják, a felső ruhát nagy többségében szellőztetik. Már most, hogy gondoljunk arra, amiket mutattam, Eszterházi kincstárban lévő skófiummal hímzett ruhákat, erősen kétlem, hogy gyakran mosták volna. Szerintem a restaurátorok is ma is sikítva nyúlnak hozzá, hogy hogyan tisztítsák meg. Tehát akkor az elfogadott volt, hogy van, aki mit tudom én... Az nem jó, ha sárban medvetrengünk benne. Tehát, hogy az nem szép. Zsíros meg piszkos, vagy ilyesmit. Aha, hát a nyakánál, meg az ujjánál valószínűleg egy idő után zsíros és piszkos lesz, ez ami téli kabátjainkra is igaz. Akkor egy kicsit meg lehet kefélgetni, meg egy picit vízzel meg lehet tisztítani. Az egészet biztos, hogy nem teszik be nagy mosásba. Ezeket a ruhákat nagy részben szellőztetik valószínűleg. Azt tudjuk-e, hogy miért hívják gardróbnak a gardróbot? Most messziről indulunk. Ez egy francia kifejezés. Gardrób. Vagyis a ruhák őrzésére szolgáló hely. Tudjuk-e, mi ez a hely a középkorban? Ez a WC. Ahol ammóniaszag van, és ott felakasztják a ruhákat, ezért gardrób szekrény, egy egész nagy helyiség, ahol felakasztjuk a ruhákat. Akasztjuk a ruhákat, ezt látjuk képeken is, szellőztetjük a ruhákat, a felső ruhákat. Igen, igen, tényleg vizeletben mosták a ruhákat. Hát lehet tisztítani, nem nagyon mossák vizeletben, de a festési eljáráshoz van vizelet valóban, ahhoz lehet. Az a lényeg, hogy a felső ruhákat
valamennyire lehet tisztítani, mondjuk egy posztóanyagot könnyebb, esetleg kézi mosásban, de ez a mai napig így van, amikor kérdezik tőlem, mondjuk elkészítek egy ruhát, hogy hogy mossuk? Óvatosan. Nekem is volt már olyan nagyon drága olasz gyapjú ruhám, amit a harmadik mosás után Anett megörökölt tőlem, mert széltében és hosszában fele akkora lett. Nem voltam boldog, mert szép sejem rátét volt rajta, de remélem Anett boldog ezzel a ruhával. Szóval, hogy ez valószínűleg ők is így jártak. Tehát, hogy ezekre a ruhákra nagyon vigyáznak, azért is örökítik őket. Az meg, hogy mit jelent nekik a tisztaság, az látszik abból, hogy nem koszosak. Tehát, hogy nem tetvesek, ez látszik abból is, hogy például azt a nadrágnál már meséltem, azért hordanak alsó nadrágot, mert az a fehér nemű azt tudja mosni, a nadrágot nem feltétlen, és ugye Kemény János írja le, hogy ő az eső betlenféle magyarországi hadjáraton nem vitt elég alsó nadrágot, és akkor ő így simán vette föl a nadrágot. Ami szúrta, és rájött, hogy így nagyon hamar koszos lesz, és hogy emiatt eltetvesedett. Tehát, hogy ezen ő meglepődött, hogy ez így összejött ez a dolog, ezért gyorsan csináltat magának alsó nadrágot. Szóval a fehér neműt mossák. A nagy tisztálkodás, amit mi nagy tisztálkodás, vagy normál tisztálkodásnak hívünk, ez a fürdök, ez olyan hetente, két hetente valószínűleg. És akkor itt azt sem mondhatom, hogy a paraszt kevésbé, hiszen ő sokkal többet kerül mondjuk patak közelébe, mint egy főúr. De a főúrak is eljárnak, mert élvezeti fürdőt is ismerünk, gyógyvízbe is járnak, csak hétközben mondjuk úgy, hogy ez a cicamosdás van. De ez még a 20. században is így van falun, sőt, néha még sajnos manapság is, de hogy 20. században biztos, hogy a kritikus részeket megmossuk hétközben mosdótából, és hetente vagy két hetente van nagy mosdás. Tehát, hogy azért annyira nem lesznek koszosak, hogy a ruhájuk elviselhetetlen legyen. Abban megegyezhetünk, hogy hozzánk képest, hogyha találkoznánk egy ilyen emberrel, mi azt mondanánk, hogy emberszaga van. Igen, igen. Szőlősi Gábort kérdezném, hogy hát azzal nyitottad az előadást, hogy azt mondták neked, hogy akkor, vagy te mondtad, hogy hát akkor ugyanazok a hibák vannak elkövetve újonnan is, mint régen is, de szerinted ezek mik? Tehát, hogy erről aztán végül is nem került szó az előadás végén. Igen, erről nem került szó, mert nem tudtam róla képet mutatni, meg hát így is szétfeszegettem a kereteket. A legfeltűnőbb az volt, amiről a Haditorna Klub szólt, hogy az egész magyar történelmet, hát mondjuk nem a honfoglalástól, de Szent Istvántól 48-ig bemutatni a fegyvereket. És ez úgy nézett ki, hogy tisztelt elvtársak, bányásznap, repülőnap, itt most bemutatjuk, hogy hogy vívtak spanyol tőrrel. Ticsak, tiktak, tiktak, levágtak, nem maradt hulla a színen, levonulnak. Tisztelt elvtársak, akkor most bemutatjuk, hogy hogy kell vívni szabjával. Másik két majom kiállt, összecsapkodta, és ugyanezt láttam a Virtus Militárison itt a északi falszorosba. Nem mondom, hogy melyik csapattól, de lényegében ugyanezt a hibát követték el. Tehát dramaturgiai hibák, a viselet igénytelensége, meg az, hogy fölmarkoljuk az egész magyar történelmet. Ez is szintén a Virtus Militarison volt. De azért nem kell csüggedni, vannak új hibák is. Sose fogom elfelejteni, Sárvárra mentem ki az ottani rendezvényre, és ott találkoztam olyan vértes török, akinek kötött volt a láncinge. És büszke... Műszálas, hozzáteszem, tehát nem ám azt mondja, hogy minőségi fonálból ezt. Jó kis műszálas vacakból, kvázi egy krumplizsákot húztak volna rá, csak kicsik és sűrűbben szőve, és elmagyarázták, hogy ez miért jobb, mint a szegecselt láncing. Jobban szellőzik. Sokkal könnyebb, és ezek a marhák úgyse ütnek rám nagyot. Ami nem találkozott a szejmenekkel. Akkor még egy fontos dolgot mondanék, de hát kényszerűség volt a helyzet, hogy amihez hozzá lehetett jutni, azt próbáltuk úgy átalakítani, hogy úgy nézzen ki, mintha. Az egyik képen lehetett látni Ruthard Sanyit egy nagyon klasszul megcsinált szalácsisakba, és a páncélja az hentes kötény volt.